Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsei Televízió mezőgazdasági magazin műsora, a Mintagazda. Szeptemberi adásunkban utána járunk annak, hogy mi a helyzet a hazai cukorágazattal és a cukorrépa termesztéssel, megnézzük, hogy a szántóföldi kultúrák milyen évet zárhatnak, és utána járunk annak is, hogy a sertés ára miért emelkedik ismét. Tartsanak velünk! 2017-ig nem várható fellendülés a hazai cukor ágazatban, addig ugyanis egy Európai Uniós irányelv szerint csak a szükségleteink mintegy egyharmadát termelhetjük meg itthon. Szeptemberben a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson jártunk, ahol már elkezdték tesztelni ezeket a növényeket. Nagyok és egészségesek a cukorrépák a gyulatanyai fajta kísérleti állomás parcelláin. A szakemberek azt mondják, hogy 800 és 900 mázsa hozamú lehet a termés, ami európai szinten is jónak számít, itthon pedig a 600 mázsás hektáronkénti átlaghoz képest kiemelkedő a kísérleti növények hozama. 45 fajtával lett beállítva most így gyulatanyán fajta kísérlet a cukorrépával. Az az igazság, hogy most a cukorrépágazat úgy, mint a burgony, elég most a körülmények között van. Ugye egyetlen cukorgyár van ugye lent Kaposváron, szeretnénk egy kicsit, hogyha felrendülni, illetve a környéken Tiszavasváréban van, ahol jelentősebb mennyiségű cukorrépa van. Ez az ágazat is régebben szemnapokat látott, mint most. Egyébként ez a 45 fajta, ez hogyan viselkedik? Van-e úgy jövője, ami számottevő lehet? Hát van, ami számottevő, de nyilván ez kardin, tehát országos döntésnek kellene, hogy visszaállítják Magyarországon a cukorrépa, illetve a cukorgyárakat, mert csak akkor lehet beszélni számottevő mennyiségről, illetve minőségi változásról. Addig, míg ilyen kevés van, azt hiszem, hogy 15.000-20.000 hektár körül van Magyarországon a cukorrépa vetési terület. Tehát ez nagyon minimális. Egyébként ezek a fajták, ezek jók, mondjuk a cukor százalékát vagy a hozamát tekintve? Jók, igen, különösen öntözött körülmények között. Jelen pillanatban most gyulatanyán, aki kijött és megnézi, az előrejelzések szerint ilyen 800-900 mázsa per hektár körül becsülték a súlyokat, a több szakember is, akik beállított a kísérletet, úgyhogy nagyon meg vannak elégedve. Itthon jelenleg a hazai szükségletek egyharmadát, mintegy 300.000 tonnányi cukrot állíthatunk elő. Ebből kifolyólag az utóbbi években nem volt szükség a cukoripar fejlesztésére, azonban a növényfajta kísérletei már nagy üzemben is megkezdődtek országszerte. Én mindenképpen bízok a cukorrépa úgymond feltámadásába. Cégünk is ebbe bízik, azért folytatunk kiterjedt kísérleteket közel 13.000 parcellán az országba. A kvóta ugye eltörléssel kerül 2017. október 1 után. Ez annyit jelent, hogy onnantól fogva mindenki, bárki annyit termel, amennyit akar. Természetesen a cukorgyár is erre készül, bizonyos fejlesztéseket hajt végre. Úgy gondolom, hogy mindenképpen a cukornak az ára fogja befolyásolni, hogy mennyi növekedés várható el a közeljövőbe, de én azt gondolom, hogy növekedni fog a terület Magyarországon is. Jelenleg ugye ez a kvóta, illetve a felvásárlás, az hogyan van szabályozva? De gyakorlatilag ez megadja, hogy Magyarországnak 300 000 tonnányi cukrot lehet előállítani. Tehát ezen fölül Isten igazából nem megengedett, tehát a gyár erre törekszik, hogy ezt mindenképpen biztonságosan megtermelje, de ezt hozzá kell tenni, hogy ez az ország szükségletének csupán az egyharmadát jelenti. Tehát, hogyha eltörlésre kerül a kvóta, és a magyar termelő megfelelő mennyiségben, minőségben és megfelelő áron tud termelni, akkor van esélyünk arra, hogy akár a felhasználási szükségletünknek megfelelő mennyiséget előállítsuk. Ez magával hozhatja azt is, hogy új feldolgozó üzemek létesülnek? Igen, álmodozni lehet. Ez minden a cukorpiaci függvényre, azt gondolom. Hogyha megfelelő lesz az ár, és ugye a magyar termelő megfelelően tud termelni, akkor erre is van lehetőség. Azt azért tudni kell, hogy Magyarországnak a termés átlaga jelen pillanatban olyan 60 tonna körül van. 16-os cukorral. A nyugati országok ehhez képest elérik a 80 tonnát és mondjuk 18-19%-os cukortartalmat. Tehát fejlődni kell egyrészt a magyar gazdáknak is, és fejlődni kell a gyárnak is, de ez mindenképpen a cukorárától fog függni, azt gondolom. Mert ha magasabb a cukorára, akkor természetesen a cukorgyár is magasabb felvásárlási árat fog tudni kínálni a termelőknek. Igazából azért nem teljesen a cukor kvóta eltörléséhez fog kötni. Ez annyi szereplős történet, akár még a nátszukor, akár még az üzemanyag is bele tud szólni. Tehát azért ez egy több tényezős dolog lesz, azt gondolom. A mostani felvásárlási ár az még nyomottnak mondható. Sőt, hogyha 2020-ig látjuk azt, hogy a magyar állam támogatni tudja, ez körülbelül 500
500 euró per hektár jelent a magyar termelőket. Na most 20 után mi történik? Vagy lesz a cukorára olyan magas, vagy pedig valamilyen módon tudja tovább támogatni az állam a cukortermelés, és akkor lehet arra számítani, hogy akár növekedés is bekövetkezhet. 2020-ig én még olyan nagy változásokat nem remélek. Azt mondjuk, hogy az alapfelvásárlási ár olyan 28 euró között van, és ehhez járul ugye még az a hektáronként, vagy tonnánként 8 euró, ami a magyar állam támogatásából adódik. Tehát ez olyan durván 35 euró per tonna árat jelent. Szabolcs-Szatmár-Bereng megyében a megyei önkormányzat élelmiszertermelési programja segítheti az ágazat fellendülését a jövőben. Hát a jelenre nem túl rózsás a cukorépa termesztésnek és magának a cukorgyártásnak is, nem csak a megyében, hanem Magyarországon, hiszen, mint tudjuk, ugye már csak Kaposváron van cukorgyártás, és ugye a megyében azok is, akik még foglalkoznak cukorépával, ők is oda tudják eladni a terményüket. És hát mindenképpen jó lenne, hogyha lenne előre mozdulás, de természetesen az egész szágazatnak a problémája és az egész szágazatra váró feladat, illetve fejlesztési elképzelésnek a megvalósítása, hogy valóban egy olyan stratégiát kialakítani a cukorrépa termesztésben és a cukorgyártásban, amely hosszú távon kiszámítható és kifizetődő. Ez egy nagy feladat, bízunk benne, hogy lesz benne előrelépés, de jelenleg azért nem mondhatunk túl sok pozitívumot. Sajnos csak egy pár ezer hektáron termelnek cukorrépát Magyarországon, és ebből Szabolcs-Szatmár-Bereng megyébe tényleg csak egy töredékén. Esetleg van bármiféle olyan megyei program vagy vidékfejlesztési program, ami segítséget nyújthat az ilyen irányú céloknak, terveknek? A megyei program van, igaz kifejezetten nem cukorrépára, hanem a megyei élelmiszertermelésre, az élelmiszergazdaság fejlesztésére irányuló program, amelyben természetesen egy szegmens képezhető a cukorrépa és a cukorgyártás. Úgyhogy ennek a támogatását mi előtérbe helyeztük, az egészséges élelmiszerek, illetve valóban azoknak a versenyképes élelmiszereknek a támogatását, amelyek termesztésének támogatását, amelyek fontosak lehetnek. Bízunk benne, hogy ebben a cukorrépa is majd egy jelentős szerepet képvisel majd a későbbiekben. Szeptemberben kétszer is jártunk a gyulatanyai fajta kísérleti állomáson. A hónap végén egy kukorica fajta kísérleti bemutatón számoltak be az idei eredményekről. Akár a tavalyi duplája is lehet a kukorica hektáronkénti hozama idén. Előreláthatóan egy-egy hektárról akár 100 mázsát is betakaríthatnak majd a gazdálkodók, akik a jó terméshozam mellett idén alacsony felvásárlási ára számíthatnak. Az interjúkat Dél Vivien készítette. 2014-ben kezdtük ezt a fajta bemutató sorozatot. Egyébként ez nem új találmány, hiszen valamikor a Nébiknek a jogerődje is ilyen fajta bemutatókat tartottak még a 90-es évek, sőt a 2000-es évek elején is, de úgy gondoltuk, hogy erre a bemutató sorozatra újra nagyon nagy szükség van, hiszen a gazdálkodóknak információra van szükség a fajta választásban. Nem szeretnénk semmiféle konkurenciát a nemesítőkkel, a fajta tulajdonosok fajta bemutatóival, hanem szeretnénk egy alternatívát adni a fajta bemutató között, illetve úgy gondoljuk, hogy a Nébik az a szervezet, aki a fajták vizsgálatával, fajtaelismeréssel foglalkozik, és mi tudunk olyan objektív információt adni a gazdálkodóknak a fajtákról, amelyek minden fajta tulajdonosi szerepen felülállnak, és olyan hiteles adatokat tudunk adni a gazdálkodóknak, ami alapján ebben a nagyon nagy fajta választékból tudnak választani. Milyen adatokat emelnek ki, ami mondjuk a 2016-os évben igenis fontos, kiemelkedő, akár az érdeklődőknek, a laikusoknak, a gazdáknak? Hát a 2016-os év is nagyon fontos a gazdálkodók számára. Én azt emelném ki, hogy ebben az évben nagyon nagy szerep volt például a kajszi fajta bemutatóknak, hogyha szabad esetleg ebbe a szakterületre is átmenni. Tehát közel 300 ember vett részt azon a kajszi bemutatónkon. Ott egy kuriózumként a késői kajszi fajtákat mutattuk be a gazdálkodóknak. Valahogy Magyarországon mindig hogy a nyár közepére tolódik az, amikor a kajszival foglalkoznak az emberek, kajszit fogyasztanak, és megmutattuk az embereknek, a gazdálkodóknak, hogy vannak olyan kajszi fajták, amelyek 2-3 hónappal később is születelhetők, tehát egészen szeptember végig elnyújthatjuk szinte a kajszinak az időszakát, és ezek a fajták, ezek megtalálhatók a magyarországi fajtalistán. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, illetve azt látjuk, hogy például a mai kukorica fajta bemutató
bemutatónál is, meg már több ilyen fajta bemutatónk volt, hogy egy nagyobb számban vannak a fajta listán olyan fajták, amiket nem ismernek a gazdálkodók, nem rendelkeznek információk, és emiatt szeretnénk, hogyha ezek a fajta bemutatók minél több helyen lennének, mint minél több gazdálkodó nézőket, illetve még egy másik növénykultán a cirokféléknek a fajta bemutatójára hívnám fel a figyelmet. A cirok az a, vagy a cirokfélék az a növény faj, amit kicsit elfelejtettünk mostanában, az állatállomány csökkenésével csökkent a szerepe ezeknek a fajoknak, a szemeszcirok, a cukorcirok, egyéb más fajoknak, és mi gyakorlatilag emiatt készítettünk egy fajta bemutatót, amire felhívtuk a figyelmet, hogy igenis van szerepe a gazdálkodásban, a takarmányellátásban, a gazdálkodók használják ezeket a fajtákat. Még egy laikus kérdés a végére, kukoricával kapcsolatosan. Körülbelül hány fajta kukorica lehet ma Magyarországon, amit használnak, ismernek a gazdák, és mire van még igény ön szerint? Hát nagyon nagy számú, hogyha csak a nemzeti fajta jegyzéket nézem, több mint 100 fajtál a gazdálkodók rendelkezésre, tehát csak a nemzeti magyar nemzeti fajta jegyzéken. Ezen kívül, mivel Magyarország az Európai Unió tagja, nem csak a nemzeti fajta jegyzék, hanem az Európai Uniós fajta jegyzékről is választhatnak a gazdálkodók, tehát nem kell ehhez gyakorlatilag ismerniük a fajtát. Mi azt szeretnénk, hogy a gazdálkodók azok a fajták közül válasszanak, amelyek Magyarországon megmérettettek, tehát a magyar fajta kísérletekben részt vettek, és a magyar fajta kísérletekben valamiféle információval rendelkeznek. Én nem mondom, hogy a többi fajta rossz, ami a uniós fajta listán van, de egy magyar gazdálkodónak fontos, hogy Magyarországon az ő területén az a fajta termeszthetőve, biztonsággal, milyen az alkalmazkodó képessége, milyen a termőképessége, milyen a minősége, hogyha olyan fajról vagy fajtáról van szó, mihez mindenhez információt tudunk adni, mint a fajta késett eredményekkel, mind ezekkel a fajta bemutatókkal. Fontos ez, fontosnak tartjuk ezeket a bemutatókat, mert hát változik az éghajlat, változik a környezet, változnak az igények, és akkor ehhez megfelelő újra kifejlesztett, vagy újonnan kifejlesztett magvak, egyebekre szükség van, tehát muszáj változtatni, hogy alkalmazkodjon a növény a kialakult helyzetekhez. Ez amúgy nehézséget okoz a gazdálkodóknak, az, hogy folyamatosan változik az éghajlat és az igény? Hát igen, igen, mindenképpen, mert hát változtatni kell, tehát nem lehet megszokott módon mindig ugyanazt vetni vagy termelni, mert egyrészt károkozók is elszaporodnak, és akkor azt a bizonyos fajtát már megtámadják, és akkor nem tud vele tovább lépni, tehát muszáj újakat mindig keresni, bevezetni, és akkor talán ezekkel elkerülhetők ezek a kártevők, egy gyors elszaporodás. Drágább is így a dolog? Hát természetesen igen, 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 mindenképpen. Tehát ugye az új kifejlesztett új dolgokra mindig költeni kell. Tehát ez őnek, vagy aki kifejleszti, annak költsége van, az természetesen a vásárlóval megfizetteti. A rendezvényen is szó volt a megyei kukoricatermés minőségéről és mennyiségéről, mi viszont a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének az elnökét kértük meg, hogy így az ősz beköszöntővel foglalja össze, hogy mit lehet tudni az ágazatról. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeinek a szántóföldi kultúrá és az országos az hasonlóan. Én úgy gondolom, hogy a közepesnél egy magasabb termést takarítatunk be, akár most a napraforgóból is tettük ezt a kalászosoknál, de a kalászosoknál problémát jelentett, hogy a bőségesebb termés rányomta a bélyegét az árakra, de talán Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe minőségileg jó búzafélék teremtek, és ez eladható, talán az is előny most, hogy eladható a jó minőségű. A napraforgóra gondolva a több éves átlagtól mondhatnám, hogy jobb termés várható. Úgy tűnik, az eddig 48% van betakarítva, hogy ez 3 tonnán hektáronként fölötte van. Jelenleg, ha ez a 3 tonna körül realizálódik a 100%-os betakarításnál, a tavalyi 2-2-2-3-hoz képest, én úgy gondolom, hogy jó, az ára is elfogadható. Általában most a napraforgók 9000 fölött vásárolják tonnánként, én azt gondolom, hogy ez is egy közepes árnak mondható, nem rossz. Várható van a kukorica is, az átlagostól
jobb mennyiségben fog megjelenni, egyenlőre jó minőségben is. Az időjárás kedvezett neki, a szemkifejlődéskor is mindig jó időben kapta azt a kevés csapadékot. Ez az őszi napfényes idők meg a vízeladásban segítenek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy rendben lehet, ha sikerül betakarítani mindent. Az áráról vegyes vélemények vannak, de én úgy gondolom, hogy ha egy 3500 forint körül lesz, akkor a gazdák megelégedésére szolgálhatna. A talaj előkészítésről talán annyit mondhatunk el, hogy jó az időjárás, kedvez ez a csapadék, jó vetőmag ágyat lehet készíteni. Ez meg is mutatkozik a redszevetése, például már meghaladta 1000 hektárral a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a tavaly vetett területet, és még körülbelül 82-85%-ban van elvetve a tervezet. Ha az összes repszét elvessük, amit terveztünk, ez meghaladja az 5000 hektárt a tavalyi 3,8 hektárhoz képest. Térjünk át egy kicsit más mezőgazdasági területekre, zöldséggyümölcs kultúrákban mi tapasztalható az idei évben, illetve fennállnak-e még a korábban említett anomáliák? Hát sajnos igen, az almára gondolunk, akkor itt vagyunk a betakarítási időszak közepén, 21 forinttal indultunk el ugye a lejalmával, és ez pár nap után visszaesett 17-18 forintra. Nagyon fontos tudni, hogy ez a lejalmár mindig meghatározza az étkezési almát is, valamiért mindig ehhez viszonyítjuk. Azt is tudjuk, hogy többször volt jégkár a megyében, és ez rontotta az étkezési almának a minőségét, amiből egyébként kezelés szempontjából étkezésének kezelt a gazda, és most lejalma lesz belőle, magas költsége van előállítva, úgyhogy nagy az elkeseredettség. A lengyeleknél egy magas termés várható, 4,2 millió tonna, náluk is vagy 300 ezer tonnát elvehet a jég, de ott 2,5 millió étkezéséről beszélnek, úgyhogy már előre félnek a hazai termelők, hogy ha ők elkezdik a betakarítást, akkor probléma lesz az almának, még ebben a kevésnek az értékesítésével is. Úgyhogy úgy gondoltuk, hogy gyűjtünk egy aláírást, hogy a gazdák hajlandóak-e ezért az árért valamilyen szankciókat, vagy valamit a feldolgozók irányába tenni. Vegyes érzelmek vannak, ugyanis ez a meleg idő, itt szeptemberben nem megszokott a 31 fok, ez nagyon sürgeti a betakarítást, és akkor úgy tűnik, hogy mégiscsak ilyen áron is be lesz takarítva, mert nincs idő másra gondolkodni rajta, hogy valamit tervezni. Rácz Imrét arról is kérdeztük, hogy a törvényhozás miért hirdetett moratóriumot az illegális kutak bejelentésére, és hogy ennek milyen más következményei lehetnek majd a tulajdonosok számára. Hát akik 2016. június 4-e előtt húrattak kutakat, és nem rendelkeznek vízjogi engedéllyel, azok legalizálhatják most ezeket a tevékenységüket olyan formában, hogyha ez évi 500 köbméter alatt van, akkor a települési jegyzőnél tehetik meg ezt a bejelentést. Ha e fölött van, akkor a katasztrófa védelemhez, és ez most szankciómentesen tehetik meg bírsággal. Nem sújtják, ugyanis 100 és 1 millió forint között lehetne az a bírság, amit kiszabhatnak itt a viszkivétellel kapcsolatosan, akik ezt illegálisan tették eddig. Mégis milyen költséggel kell számolniuk azoknak, akik ezeket bejelentik? Van-e bármiféle kötelezettségük ezután? Hát csak a szankciómentesség arra vonatkozik, hogy önként jelenti be ezt a kutat, és természetesen azokat az eljárási folyamatokat, szakhatósági engedélyeket elő fogják neki írni, mintha egyébként, ha valaki ezt legálisan próbálja meg elrendezni, úgyhogy én úgy gondolom, hogy fel kell menni a jegyzőhöz az 500 köbméter alattiakat. Itt megjegyezném, hogy a vízdíjtól nem igen kell megriadni, ugyanis ez az 500 köbméter, ha számoljuk, hogy 6 hónapra osszuk vissza, ez egy 2000 liter víz fölötti mennyiség, amennyi bőven elég ahhoz, hogy a kiskerteket vagy az állatokat megetetik ebből, úgyhogy ez a vízdíj vonzata nem lesz ennek ezután sem, ha így számoljuk, hogy ilyen vízmennyiség a 6 hónapra. A
e fölöttieket a katasztrófa védelemhez, ha bejelentik, ezek a szakhatósági engedélyeknek a beszerzése, ez a viszkivételtől függően akár több százezer forint is lehet. Ez most akkor mit jelent, hogy azoknak a gazdáknak kell bejelenteni a kutat, akik használják a földön vagy a telephelyükön, vagy azoknak is, akiknek a kert végében van egy furott kút, és abból a füvet öntözik például? Hát ez mindenre vonatkozik. Most azért van ez a kategória, hogy ezek a kis kutak, vagy esetleg akik dinnyetermesztéssel foglalkoznak és csepegtető öntözést folytattak, azokat is inkább azt mondanám, hogy be kell jelenteni ezeket, mert ez az előbb említett, most szűkítsük le mondjuk egy dinnyetermelőre, aki másfél-két hónapig fogja öntözni a dinnyéjét, akkor két hónapra szűkítsük le ezt az 500 köbmétert, olyan mennyiségű víz, hogy ők még nem fognak vízdíjat fizetni. Ezeken túl, hogy legalizálják a kutakat, milyen más előnyökkel jár az, hogyha valaki bejelenti az illegálisan furott kutyát? Hát természetesen, ha legális kuttal fog rendelkezni engedélyes, üzemeltetési engedélyes kuttal, akkor most is van kiírva több mint 40 milliárdos öntözésfejlesztési beruházás, ez feljogosítja arra, hogy ezeken bármikor indulhat. Ilyen előnyen lehet egyrésztről, a másik részről meg nagyon fontosnak tartanám azt, hogy a viszkeret irányelvet, mikor megállapították, akkor ez csak satszolva van a illegális vízkivétel, és a jövő útja az az lenne, illetve az, hogy a további vízfelhasználási engedélyeket tudjanak kiadni, hogy pontosan tudjuk a vízfelhasználásunkat, és akkor esetleg be tudnánk bizonyítani vízkeret irányelvben, hogy nem veszélyeztesítjük a ivóvízbázist, úgyhogy azokon is segíthetne ez, ha minden legális lenne, akik most azért nem jutnak esetleg vízjogi engedélyhez, mert a jónál jobb, rosszabb minősítést kapott az a víztest, és akkor egy indokokkal el van utasítva a kérelmük, úgyhogy azért is jó lenne, ha minden vízfelhasználóról tudna a vízügyi igazgatóság, hogy ahhoz tudna akkor a újabb vízjogi engedélyeket kiadni. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság felkészült a bejelentések fogadására. A vízjogi szabályozásban valóban 2016. június 4-e előtt, aki engedély nélkül fúrott kutat vagy egyéb vízi létesítményt létesített, ő most lehetőséget kapott arra, hogy 2018 évvégéig legalizálja ezt. Ezt megteheti akár a jegyzőnél, illetve akár a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vízügyi hatóságán. Ez a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a Kölcsei utca 12-17 szám alatti épületben ügyfélfogadási időben megteheti, illetve a katasztrófavédelmi igazgatóság hatósági osztályán, valamint ugye a település jegyzőjénél. A különbség annyi, hogy a jegyzői hatáskörbe azon fúrott kutak tartoznak, amelyeket magánszemélyek üzemeltetnek, és az éves vízkivétel nem éri el az 500 köbmétert, illetve olyan ingatlanok, amelyek vízibázison vannak, de a vízkészletet nem érintik, ezek tartoznak jegyzői hatáskörbe. Minden egyéb más létesítménynél, vízi létesítménynél a hatóság véleményét, illetve eljárását kell igénybe venniük. Egyébként csak általánosságban mondható tájékoztató, hiszen egyedi esetekről van szó, tehát, hogy az eljárási tervdokumentáció, az eljárási rend, illetve az eljárás költsége mennyibe kerül, illetve hogyan kell elkészíteniük, ehhez vehetik igénybe a szakemberek segítségét. Illetve azt is el kell, hogy mondjam, hogy a jogalkotó arra is kitér, hogy a legalizált kutak esetében a vidékfejlesztési program vízgazdálkodási pályázatain indulhatnak a tulajdonosok. Ez nem kevés pénz, hiszen országosan az Európai Unió 50 milliárd forintot írt ki arra, hogy egy olyan öntözési programot tudjanak megvalósítani, amelyek víztakarékosak, illetve olyan vízgazdálkodási létesítményeket hozzanak létre, mondjuk ha még nem hoztak létre, amelyek mindenképpen egy energiahatékonyságot fognak eredményezni. Drágult a sertéshús, ismét a januári áfa csökkentés előtti árakon vásárolhatjuk meg a sertésből készült termékeket. Hogy ennek mi az oka, utána jártunk és felhívtuk a sertés terméktanácsot, valamint ellátogattunk egy nyíregyházi hentesboltba is. 2016. január 1-jével bevezetésre került a sertés tőkehúsra vonatkozóan az 5%-os áfakulcs. Ezt
Az intézkedést ugye megelőzte az, hogy két évvel korábban az élő és félsertéssel vezették be az 5%-os mértéket, azonban ez nem jutott el a fogyasztóig. A tőkehúson lévő áfának a csökkenése már a fogyasztói árakban érvényesítése került. A kereskedelmi láncok a bevezetés megelőzően ígéretet tettek arra nézve, hogy ez a fogyasztók számára érzékelhető lesz. Ugyanolyan mértékben, amekkora mértékű az áfa mérséklésének árcsökkentő hatása volt, ez meg is valósult, és az árak egy olyan 15-20% közötti nagyságrenddel csökkentek a multikereskedelmi láncok hálózatában. Az eltelt időszak alatt ez az árcsökkenés egy kicsit mérséklődött, aminek alapvető okát az ágazat abban látja, hogy az év elején és az első 4-5 hónapban érvényes rendkívül alacsony alapanyagár jelentős növekedésnek indult, tekintettel arra, hogy az orosz embargó kereslet csökkentő hatását sikerült EU szinten mérsékelni, ami azt jelentette, hogy új piacok bevonásával megszűnt az árufelesleg, aminek ugye árcsökkentő hatása az önmagáért beszél. Az áremelkedés másik oka, hogy az év első felétől az élőállat árának meghatározását már nem a piaci igényekhez kötik, így a húsfeldolgozók is magasabb ára jutnak a sertésekhez. Eddig keresletkínálat alapján határozódott meg itt Magyarországon az élőállatnak a ára, de most a hízlaldák egységes áron árulnak, ennek a minden szerdán az európai árutőzsdének a pillanatnyi sertés árának megfelelően határozzák meg arra a hétre az élő sertésnek az árát. Köszönöm figyelmüket, ez volt a Mintagazda szeptemberi műsorszáma. Ha tetszett a műsorunk, visszanézhetik a korábbiakat is a YouTube csatornánkon, kövessenek minket Facebookon, és mindenképpen egy hónap múlva tartsanak ismét velünk. Viszontlátásra!